Új metróvonal épülhet Budapesten, egy fejlesztési terv szerint összekötnék a 2-es metrót a Hévvel az Örs-vezértéren, és felújítanák egészen a Cinkotáig tartó szakaszt. A második ütemben pedig egy szárnyvonal épülne a 17. kerületig Rákoskeresztúrig. A tények összefoglalója után erről a témáról beszélgetünk szakértőinkkel. Rákoskeresztúr városközpont. Itt lehetne majd az új metró szárnyvonal végállomása, aminek az építése a tervek szerint 2020 után indulhat el. Szerintem sokkal több utast tudna szállítani, és hát olyan gondolom 10-15 percet biztos megrövidíteni. A fejlesztés két részből állna. Elsőként a metrót kötnék össze a Hévvel az Örs-vezértéren, és felújítanák egészen a Cinkotáig tartó szakaszt. A második ütemben pedig egy szárnyvonal épülne a 17. kerületig Rákoskeresztúrig. A kerületben 3 megállót alakítanának ki, ez 320 ezer embert érint. Több tízezer új utast jelentene a tömegközlekedésben. Nagyon sokan váltanának autó helyett tömegközlekedésre, letennék autóikat, így a belvárosnak a környezetvédelmét is szolgálnánk ezzel a fejlesztéssel, és nagyon jelentős menetidőt tudnánk megtakarítani a csúcsidőben. Üdvözlöm a stúdióban Bíró Endrét, a Metroért Egyesület elnökét, és Kelemen Tamást, a közlekedő tömeg alelnökét. Jó reggelt kívánok, uraim, köszönöm szépen, hogy befáradtak. Helyezkedjünk pozícióba, jó? Ki mit gondol erről az új tervezett metrószakaszról? Metróvonalra nagyon nagy szüksége van Budapestnek. Én azt gondolom, ez nehezen vitatható, akár a lakosság, illetve a lakosságba beleértve, hogy az agglomerációt is számát tekintve, akár a város szerkezetét tekintve össze lehet hasonlítani Bécssel, Prágával. És hát Bécsben a duplája, ugye, a metróvonal hossza? Több mint a duplája. Igen. Tehát ez nem vitatható, nem is hiszem, hogy ez sok ember vitatná. Itt a nagy kérdés a hogyannak. Ahol? Ugye most itt a legfontosabb kérdés, hogy hol. Ön mit mond arra, amit most terveznek, tehát amiről beszélgetünk, kell oda, vagy nem kell oda? Megpróbálok röviden fogalmazni. Egyetértünk a Rákoskeresztúrnak a kötött pályás közlekedésbe való bevonásával, vagy gyorsvasúttal való ellátásával. Egyetértünk a Gödöllői Hévnek a felújításával, nagyon szükségszerű. Az egyetlen pont, amit vitatunk, az a Hévnek és a metrónak az összekötése. Ha erre kapok alkalmat, fogok példákat mondani. Gyakorlatilag ez egy tohuvabuhu, ami értelmetlen. Ön szerint? Egyértelműen a gyorsvasúti hálózat az végre valódi hálózatot kellene alkosson, hiszen összességében csak a metró és a Hév vonalak sok százezer ember tudnak közvetlenül szolgálni. Erre a fejlesztésre óriási szükség lenne. Leginkább azzal van probléma, hogy az ilyen jellegű bejelentések sajnos komolyan vehetetlenek. Ezt a hármas metró története is sajnos nagyon jól mutatja. Szükség lenne egy átfogó, egységes elvek mentén kialakított fővárosi közlekedés fejlesztési stratégiára. Szükség lenne megteremteni a feltételeit, hogy a döntéseket ezen stratégia mentén hozzák meg, illetve szükség lenne a fővárosi intézményrendszer, illetve a projektek által érintett cégek alá fölé rendeltségi viszonyait rendezni. Eddig, amíg ezek nem történnek meg, addig egy sajnos bocsássa, ez nem jöjjön, tud előre haladni. Egy emelettel lejjebb, jó? Tehát, hogy minden jobban, sokkal jobban értsük. Ön metróügyben mit tartana időszerűnek és mindenképpen szükségesnek? Ugye jelenleg is szó van több ilyen jellegű projektről, például a Csepeli és Ráckevei hévek bekötéséről a belvárosba, és többek között erről a Gödöllői szakasz bekötéséről a 2-es metróba. Ezek mind időszerűek lennének. Alapvetően az a fontos, hogy ezek a projektek a fontosság és hasznossági sorrendjük szerint valósuljanak meg. Többek között azért is lenne szükség végre... Melyiket tartja fontosabbnak, Csepelt vagy Gödöllőt? Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a Csepel és Ráckevei, illetve Pesterzsébeti utasoknak sajnos sokkal nehezebb bejutni a belvárosba. Tehát akkor jó, maradjunk ennél. Tehát ön, hogyha rangsorolna, akkor inkább Csepelt kapcsolná be ugyanilyen módon ebbe a bizonyos rendszerbe? Valamilyen szinten igen. Ön mit szól ehhez? Egyetértek Tamással, teljes mértékben egyetértek, az érveivel is egyetértek, én is így látom. Nem tudom, ha kaphatok egy percet, egy példán keresztül elmondanám, hogy miért értelmetlen. Mondjuk legyen a példa Marinéni. Marinéni Blaha Lujza térről Gödöllőre szeretne eljutni, ma ezt úgy teszi meg, hogy fölül a metróra, elmegy az Örs-vezértérre, ott szembesül azzal, hogy van még 11,5 perce a Hévnek az indulásáig, ez alatt bemegy a bevásárlóközpontba, iszik egy kávét, vagy fölül a Hévre, és ülve megvárja,
hogy elinduljon a hévszerelvény. Elköltünk sok 100 milliárd forintot. Sok 100 milliárd forintot, és Mari nénivel a következő fog történni. Lemegy a Blahalujza téren, ott fog szembesülni azzal, hogy ez az úgynevezett hibrid szerelvény, amelyik nem az Ősvezér térig közlekedik, hanem Gödöllőig, az 11 perc múlva érkezik, ott áll a peronon, a fejét leviszi a húzat, közben legalább 2 vagy 3 metrószerelvény, amelyik az Ősvezér térig közlekedik, utas cserél, 2 méter széles nagyon sok állomáson a peron, ott Mari néni útban van, arrébb lökik, föllökik, ezt érjük el. Bocsássam, de ugyanez a Mari néni Csepelen ugyanezt tudja megcsinálni. Tehát Csepelen is hév van, és ott is kimegy, és ha lemegy a föld alakod, ugyanúgy húzatba áll, amennyiben én jól tudom. De nem, segítsenek nem, akkor. Nem. Nem? Tamás? Ja. Alapvetően ez a projekt magába foglalná, hogy sűrűbben és hosszabb szerelvények is tudnának közlekedni többek között, tehát alapvetően több férőhely lenne és csökkenhetne a zsúfoltság. Van egy ennél sokkal nagyobb probléma. Említettem, hogy az aláfölé rendeltségi viszonyokat rendezni kellene. Ma a BKK úgy tervezi ezt a metróhív összekötést, hogy a MÁV hév abban gondolkodik, hogy a hévet nem kötik össze semmivel, csak egyszerűen felújítják. Amíg ilyen ellentétek vannak az intézményrendszerben, addig ez a projekt ez nem tud hatékonyan megvalósulni. De hogyha ez nem, akkor, tehát ez nyilván most nem vihető át, vagy legalábbis azt gondolom, mert ez egy félig eldöntött dolognak tűnik, akkor mire számítanak a következőkben? Én azt gondolom, hogy egy normális megoldás, akár a déli hévnek a bekötésénél, ugye itt első nekifutásra a Calvin térről van szó, másodikra az Astoriánál, vagy akár beszélhetünk az ősvezértéri szituációról, nem a Metroét Egyesület találja ki, nemzetközi példáknak nem tucatjai, százai vannak a korszerű úgynevezett intermodális csomópontoknak a kialakítására. Tizedébe, századába kerül, mint összekötni összenemillő rendszereket. Ezek a csomópontok ragyogul működnek a világon, ha kell, konkrét példákat is tudok mondani. Itt miről van szó? Arról van szó, hogy egy olyan élhető csomópontot alakítunk ki, ahol lift, mozgó lépcső, mozgójárda, közösségi tér áll rendelkezésére a közlekedőnek, és egy abszolút élhető kialakítása különböző közlekedési rendszereknek, mint ahogy a metró és a hív. Bocsásson meg, csak lekezelünk a beszélgetést, mert közben el fogják tőlünk venni a képet, de arra jó volt, hogy feldobjuk a labdát, és erről még nagyon sokat fogunk beszélgetni, mert ebben van, én úgy érzem. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönjük a meghívást.